Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai napon. Érdekes helyzetben vagyok kivilágítva. November végén találtam, hát látszik, ugye az időjárásra jellemző, november végén találtam egy gyíkot. A kutyám meg a cicám szájából szedtem ki, szegény rendesen meg is sérült, nem is gondoltam, hogy megmarad. De felépült, él, egészséges, eszik, és otthon van egy ilyen kis terrárium, és ő van így nagyjából így megvilágítva, hogy mindent látok, de ő szerintem nem sok mindent lát, de ez jutott eszembe arról, hogy ugye adventben vagyunk, amikor is ugye az egyházban ez egy hagyományos sorozat, 4 vasárnap egészen karácsonyig, a karácsonyi felkészülést készítés elő, és nálunk az ágendában az a címe a mostani vasárnapnak, hogy vigyázzatok valaki, meg ne tévesszen benneteket. És hát én úgy látom, hogy ez egy nagyon aktuális mondani való ilyenkor karácsony előtt, hiszen már csak ha arra gondolunk, hogy karácsonynak hányféle mondani valót adtak már az emberek, és nem is az a baj, hogy sokféle mondani valót adnak, kezdve a szeretet, az ajándékozás ünnepétől, a világosság ünnepéig, hát talán a legérdekesebb, még emlékszem, amikor fenyőfa ünnep volt. Nem is az elnevezésekkel van probléma, hanem azzal, hogy karácsony közben mindvégig megmaradt annak az ünnepnek, ami az ünnepek teljességét hivatott kifejezni, és inkább az a megdöbbentő, hogy az emberek mi mindenben keresik az ő életüknek a teljességét. És hát ez a mai gyakorlatban is megnyilvánul, hogy mivel és hogyan készülünk karácsonyra. Szeretném felolvasni azt a ünnepi igét, ami azt az igét, amely az evangélikus útmutatóban, mai vasárnapnak útmutatói ige alapján kerestem ki a Bibliából, Ézsaiás könyvéből, ez egy ószövetség, egy prófétai könyv, Jézus születése előtt íródott több száz évvel, de egy prófétai ige, és végig a prófétának az egyik jellemzője volt, hogy ezt a prófétai hangot keresték az emberek, és annak idején ezt Keresztelő János jelentette ki, és ő már Jézusról szólt, amikor ezeket a mondatokat mondta, amikor kérdezték, hogy ő kinek vallja magát, és ő azt mondta, hogy ő a kiáltó hang a pusztában, építsétek az Úr útját. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr mondja ezt. Egy hang szól, kiálts. Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele, bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Mondd Júda városának, itt van Istenetek, az én Uram, az Úr, jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye. Azt kiáltja a próféta, hogy építsétek egyenes utat a pusztában. És abban az időben szintén elkezdett út épülni emberek számára valahová, ahová el kellett jutniuk, elindultak messzi földről a bölcsek, elindultak aztán a pásztorok, mindegyiknek más volt az útja, elvezete a megváltóig. Eljutnak-e a megváltóig? Merre visz ez az út? A mi életünkben is utak indulnak,
és az út akkor út, ha célja van. Minden ember úgy születik, hogy tudja, hogy az életének célja van. Hol találom meg ezt a célt? Egy óriási nagy kérdés. És eljutok-e addig, amíg el kell menni? Érdekes, hogy a bölcsek először Jeruzsálembe jutottak el, Heródes palotájába, a királyi palotába. Tudták, hogy Messiás királyt keresnek. Mentek, és a palotába jutottak el. De az a döbbenetes, hogy a Messiás nem a palotában volt. Hány ember van úgy, hogy keresi az igazságot, megy az útja, és egyszer csak lát valamit, talál valamit. És azt mondja, hogy hát itt kell lenni. Itt megállok. Nem megyek tovább. Már annyit mentem, még mindig ez az a hely, ami az én elképzelésem szerint a cél. És itt maradok. Ha ott maradnak a bölcsek, Heródes palotájába, lehet, hogy Heródes ellátja őket mindenféle jóval, sőt, még örül is, mert ő egy ilyen ember, nagyon hiú ember volt, örül, hogyha jönnek bölcsek, és tisztelik őt, és Messiás királynak gondolják, és valószínű, hogy ezt meg is jutalmazta volna a bölcsek irányában. Hány ilyen dolog van, ilyen hely, valami olyan, mintha, ami aztán meg is ajándékoz bennünket. De valahol az ember a szívében érzi, és ezek a bölcsek is érezték volna a szívükben, hogy olyan érzésük van, mintha nem érkeztek volna még meg. Ezért tovább mentek, és elérkeztek egy olyan helyre, ami meg abszolút nem olyan volt, mint az ő elképzelésük, a Messiás királyról, uralkodásról. Minden ellent mondott neki, és mégis a csillag megállt, és amikor beléptek oda az istállóba, akkor tudták, hogy megérkeztek. Kevés embernek adatik meg ez a hely, pedig az Isten mindannyiunkat hívja, és elindulunk, de sokszor elakadunk. És valamire azt mondjuk, hogy ez az. Ez a minden, ez a szent. Ki mit mond? Mondhatnék most itt olyan példát, amire mindenki tudja, hogy hát persze az nem szent. De mondhatnék olyan dolgokat is, amin lehet, hogy talán még sértve is éreznénk magunkat, mert azt mondjuk, hogy hát ha az nem szent, akkor igazán mi a szent? Az út Jézushoz kell, hogy vezessen. Ha nem vezet odáig, bármi, ami megakadályoz, és azt mondja, hogy itt táboroz le, akkor becsapottok vagyunk, és a leginkább onnan fogjuk érezni, hogy ez az éhség megmarad örökké. Elindultak a pásztorok is. Nekik se volt könnyű elindulni, mert ott volt a félelem. Ott hagyják a sötétben a juhokat, amire vigyázni kell. Hányan vagyunk úgy, hogy nem tudunk elindulni, nem tudunk kilépni az életünkből, mert tudjuk, hogy változást hoz, mert féltjük a dolgainkat. Valaki a fülünkbe súgja, hogy féljél. De elindultak. És ezek a pásztorok, egyszerű emberek mentek arrafelé Betlehembe. Hány ember indul el így? Aztán mire odaérne? Valahonnan ének hangja szól, van ahonnan világosság, jön ki kis fény. Ott van általában a templom mellett a kocsma, bekanyarodunk oda, jó itt nekünk, milyen jó, hogy eljöttünk otthonról. És egy zsákutcában benragad az életük. Aztán érzik, hogy nem jó. De már nem tudnak eljönni onnan. Volt egy ilyen ember is. Vasárnapról vasárnapra, többször, több alkalommal úgy érezte, hogy az Istennel rendezni valója van. De amerre a templom volt, volt egy másik hely, és ez a kocsma volt. És azt mondta, hogy mielőtt rendezném az életem, bemegyek, csak egy kis fröccsöt iszom. És soha nem jutott el oda, hova el kellett volna jutnia. A mi életünkben is nagyon sok minden van, ami hívja a mi életünket, és azt mondja, ide gyere. Elég végigmenni a városon, nagyon jól tudjuk, hogy a reklámok mit csinálnak, hívnak. Ettől lesz teljes az életed, attól lesz teljes az életed. Erre törekedj, arra törekedj. De nem tudnak teljességet adni. Zsák utca, benragad az ember, és végül lekötelezettjé válik valaminek.
ahol az igazi szentség van, és amire nekünk igazán szükségünk van, ott semmi más nem található, csak ő. Jézus Krisztus a messiás, a megváltó. Semmi más nem szükséges neki. Ahhoz, hogy azt a helyet a csoda helyévé tegye. Nem kell palota körítése, semmilyen eszköz. És ezért jó hír az emberek életében, mert sokszor azon gondolkozunk, hogy akkor fog megváltozni az életem, ha. És jönnek ezek a dolgok. Nem. Azt mondja, hogy közel van hozzád. Egészen közel, ahogy a most karácsony közel van hozzánk, közel van hozzád az ige, ott van a te szívedben és a te szádban. Ideje leülni az embernek és elgondolkoznia, nem rekedte meg valahol az életem. Nem maradt-e ott valahol. Nem fáradtam-e bele, nem adtam-e föl. A sátán szereti belesúgni a fülbe, hogy neked ennyi jár. És azt is mondja, hogy még így is többet kaptál, mint megérdemeltél. És az ember így elfogadja. És megpróbál neki örülni. Karácsony körül is látszik azt, hogy az ember mennyire keresi a teljességet. Ha nem kapja meg Istentől, akkor megteremti maga. Amikor ez a szándék benne van, de valahol, ahol az ember nagyon akar valamit látni, de nincs ott, ott alakul ki egy olyan valami, amit a művészet történészek sem nem tudnak pontosan megfoglalni, mi az, de mégis mindenki tudja, amikor azt mondom, hogy gics. Ahol tartalmat sejtett valami, és az ember már messziről tudja, hogy igazán nincs tartalom, emberi erőfeszítés, sokszor elkeseredés is van, mert valami nagyot szeretne az ember. Ami nagyot szól, az egész életet betölti, de nem lehet az. Mert nem mi teremtjük meg, nem mi építjük föl Betlehemet, és nem mi alkotjuk meg Jézus Krisztust, hanem ő van. Viszont nekünk valami mást kell a mi életünkben látni, hogy ő hozzá eljussunk, kell látnunk azokat a zsákutcákat, amelyekben benn ragadt az életünk. El kell távolodni attól, és ki kell mondani, hogy nem. Vannak jelző berendezéseink, amikor nem jó úton járunk, de megmagyarázzuk magunknak, hogy mégiscsak ez a helyes út. Az embernek számot kell vetnie magával. És először, mielőtt még bármit tenne az ember, ki kell mondania, hogy ez a dolog nincs jól az életemben. Ez már a fény. Ez már a világosság, ez már a betlehemi csillag. Ott. Ami vezette a bölcseket. És valószínű, hogy elment a palota mellett. De valahogy a bölcsek mégis bementek a palotába. De miután rájöttek, és ott voltak egy darabig, és tudták, hogy nekik nem itt a helyük, kimentek, és döbbenetes módon vezetést kaptak. Így van ez velünk is. Karácsony nagyon nagy ajándékkal jön felénk. 2000 év óta Isten akarja nekünk megadni azt, ami a legtöbb. És boldog az az ember, akinek az útjai egyenesednek a cél felé. Isten egyenes úton is tud vezetni, és sokszor mégis varga betűket írunk le. Az a döbbenet és a csoda, hogy amikor a varga betűink közül föltekintünk, meglátjuk a csillagot, és arról a helyről, ahol vagyunk, indul az egyenes út. Senki se tévesszen meg benneteket. Az Isten úgy alkotta meg az embert, hogy az ő iránytűje ott a szívében nem téved. Ha elengedés hagyja szabadon mozogni, ahogyan azt az Isten adja, az beáll a megfelelő irányba. Azt mondja Isten, ne engedj senkinek hozzányúlni ehhez az iránytűhöz. Hogy azt mondja, én majd azért megmutatom, merre menjél. Én majd mutatom neked az utat. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, tudjuk, hogy te jöttél el az emberhez.
és ahonnan te eljöttél közénk, oda nincs emberi út. Oda hiába is készítenénk utat, mi nem tudunk istenekké válni. Mi nem tudunk önmagunk fölé emelkedni, hanem te eljöttél, és egészen közel vagy, és ezért lehetnek nekünk útjaink te hozzád. Köszönjük, hogy megszólítasz bennünket. És köszönjük, hogy te igent mondasz arra is, amit régen sejt az emberi szív. Ki kéne egyenesednie az ő útjainak. Urunk, engedd, hogy számba vegyük ezeket az utakat. Adj elég biztatást arra, hogy érdemes kilépni a kényelmes palotákból, azokból a helyzetekből, amiket azért őrzünk csak, mert úgy gondoljuk, hogy jobb nem lehet. Talán a nyájat féljük elhagyni, nem merjük rád bízni a dolgainkat, és lehet, hogy ami felé indultunk egykor, azért nem jutottunk el, mert valahol félre kanyarodtunk. Készíts föl bennünket. Nem csak erre az ünnepre, karácsonyra. Készíts föl arra a nagy találkozásra, amire vár az életünk. A teljességre, ahol a teljesség árad ki, ahol kegyelmet nyerünk a kegyelem teljességéből. Ahol megnyugszik az emberi szív, ahol terhek kerülnek le az emberről, és békesség sugárzik az ő szívébe, hogy mi magunk is a békesség emberei legyünk. Hálát adunk neked, hogy készítesz erre az ünnepre is, újra formálod a mi szívünket, gondolatainkat, és valamit elkezdesz bennünk. Valamit. A te igazságodat, Uram, amely olyan, mint a bölcsek egén a csillag, hogy addig fénylik és addig hív, míg az ember nem tud már ott maradni, hanem elindul. Áldott az indulás, mert akit te vezetsz, Uram, az célba jut. Amen. És hát a harmadik gyertya már ég, ilyen elektromos formában is. Úgyhogy közeledik karácsony. Én azt kívánom, hogy ez az ünnep már maga az előkészület egy ilyen áldás legyen. Tudom, hogy nehéz. Nehéz jól meg. Nem is sikerül igazán senkinek jól megünnepelni, mert valamit mindenképp hozzá akarunk tenni az ünnephez, pedig ez az ünnep, ez az Istennek a csodája, ami számunkra, és legyen velünk úgy ebben az ünnepben, hogy a pillanatokban, a készülődésben és mindenben érezzük meg, lássuk meg az ő világosságát, hogy merre megy az életünk, mert mi minél inkább közeledünk, és ez az ünnep maga ilyen egyébként, minél inkább közeledünk az ünnephez, annál erősebb fények, hangok, hívások jönnek, mert a sötétségnek a fejedelme nem akarja, hogy eljussunk az igazi fénybe. Szinte lehetetlen. Ha az Isten kegyelme nem lenne velünk, akkor soha nem jutnánk el, ahogyan ezek a bölcsek vagy a pásztorok sem jutottak volna. Isten viszont, ha kell, angyal seregeket ad, akik még nagyobb erővel és bizonságtétellel hívnak és küldenek bennünket. Ezek az angyalok legyenek a mi angyalaink, akik karácsony felé kísérnek és vezetnek bennünket. Itt most kiosztásra kerültek kis füzetek. Ez a mi gyülekezetünkben a karácsonyi kiadvány, de én nagyon nagy szeretettel adom most így mindenkinek.
Egyébként van a felekezet közisségről is benne egy cikk. Én ezt nagyon komolyan gondolom. Vagy az Istenhez tartozunk, és akár lelkészek az Istentől jövő, vagy az Isten küldöttei vagyunk, vagy senki nem vagyunk. Tehát Istentől áldott ünnepet kívánunk, és ugyanúgy mi mindannyian valahol tükrök vagyunk. És a tükörnek az a küldetése, hogy az igazságot tükrözze, és ebben meg semmiképpen nem vagyunk különbözőek. Úgyhogy köszönöm az eljövetelt, meg a bizalmat is, hogy meghívtak idén is, és én nagyon szívesen jövök minden évben. Köszönjük. Isten áldjon meg benyünket. Köszönjük szépen.